Ezek a felvételek még 2019. szeptemberében készültek, amikor Áder János köztársasági elnök és Pintér Sándor belügyminiszter átadták a felső-tiszai hulladékmentesítési rendszert. Akkor még fahasábokkal szimulálták a vízen úszó hulladékot, kedden viszont már élesben dolgoztak a gépek. A szakemberek szerint a Felső-Tisza vidékén az elmúlt 15 évben jelentősen megnőtt az Ukrajnából érkező kommunális hulladék mennyisége, melyet ezentúl akár már az árvizek idején is enyhíteni tudnak. A hétfőn Magyarországra érkezett árhullámban így már éles üzemben kaptak riasztást a jelzőrendszerektől a Feti vízik szakemberei. Jó pár métert emelkedett az elmúlt órákban a Tisza vízszintje itt a felső részeken, és ez bizony hozza a szemetet, a szennyezést, a petpalackokat, az uszadékokat. A tegnapi órákban az a kamerarendszer, amelyet kiépítettünk Kárpátalján, illetve a magyarországi szakaszon egyértelműen jelzett, és nagyon gyorsan jelzett, úgyhogy a kollégák egy hihetetlenül gyors felkészülés után össze is tudták állítani ezt a rendszert, és tegnap a délutáni órák óta dolgoznak folyamatosan. Egész éjszaka is dolgoztak, akkor érkezett ugye a szennyezésnek a nagy része, hiszen ilyenkor, amikor hirtelen megemelkedik a vízszint, akkor az ártérről gyakorlatilag magával húzza ezt a sok-sok ott lerakott szemetet, tehát az elején kell nagyon résen lenni, és ez most szerencsére sikerült is a Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság kollégáinak, hiszen mostanáig kora délutánig körülbelül most már 200 köbméter szemetet gyűjtöttek össze, és hordtak el innen, ez nagy részt petpalack, illetve uszadék. Az 1,3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően 4 egység 48 órán belül képes beavatkozni a Felső-Tisza vidékén, melyekkel kezdetben 70, majd később akár 90% körüli hatékonysággal lesz megtisztítható a Tisza a jellemzően Ukrajnából érkező hulladéktól.